Nigerbe beérkezett a nyugat-afrikai államok gazdasági közössége, az ECOWAS küldöttsége azzal a céllal, hogy az ország elnökét múlt hónapban menesztett lázadó katonákkal békés megoldásra jussanak. Az ECOWAS küldöttségéhez csatlakozott az ENSZ nyugat-afrikai különleges képviselője is, aki megpróbálja elősegíteni a válság megoldását. Az ECOWAS napirenden tart egy közös katonai beavatkozási tervet, amelyet két tagállam, Mali és Burkina Faso határozottan ellenez, viszont az Egyesült Államok és Franciaország nyíltan támogat. Nigerben úgy tűnik, nincs hiány önkéntesekből, akik készek szembeszállni az esetleges külső katonai erőkkel. Szeretném támogatni a hadseregünket, ezért is jöttem ide a stadionhoz, mondta az előző férfi. Ez a másik pedig úgy fogalmaz, szeretne a hazája jó katonája lenni. A szomszédos Mali és Burkina Faso arra figyelmeztetett, hogy háborús cselekménynek tekintenének minden beavatkozást Nigerben.